miért az egészségügyi ágazatokhoz mérten határoztuk meg. Ez a szakma a rokon szakma. Humánellátók vagyunk mind a két területen, a mi szakszervezetünk mind a két területen érdekérvényesítő szakszervezet, és úgy érezzük, hogy a kollégáim, azok, akik a területen dolgoznak, ugyanazt megérdemlik, amit az egészségügyi dolgoznak. És amikor az egészségügyiek kaptak, akkor önök miért nem szóltak? Akkor is szóltunk folyamatosan. Van egy érdekes helyzet most, van egy közös miniszterünk, van két külön államtitkárunk, és ez a két külön államtitkár különbözőképpen foglalkozik a saját ágazatával. Szócska Miklós dicséretes módon leült az érdeklődőkkel, a másik államtitkárról sajnos ezt nem tudom elmondani, illetve annyit el tudok mondani, hogy szeptemberben valóban leültünk, de ez többszöri levélváltás, kényszerítőzés, demonstráció hatására. Azt nem tudom, hogy 5%-os béremeléssel lennének elégedettek? Most úgy általánosan a közalkalmazottak egyébként is egy 20%-os béremelést irányoztak meg. Első lépcsőben mi is megelégednénk ezzel. De mindenképpen hozzá kell kaszintani a szociális ágazati béreket az egészségügyi bérvárlához. Egyébként Pomázon, ahol... Komázik érdekes helyzetben van, ugyanis mind a két ágazatnak van intézménye, méghozzá egy irányítás alatt. Az egészségügy is jelen van, és a szociális ágazat is. Nagyon nagy bérfeszültség alakult ki ezen a helyen, ugyanis az egészségügyi ágazatban dolgozók megkapták a béremelést, míg a szociális ágazatban dolgozók ugyanúgy a régi béren dolgoznak. Egyébként el fogják olvasni ezt a petíciót, beolvassák, vagy csak átadják? Mi ezt a petíciót megküldtük már az érintetteknek azért, hogy tudják tanulmányozni, hogy válaszokat tudjanak a mai napon adni nekik. A válaszoktól függ az, hogy hogy lép tovább a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság, amelynek 11 szervezet a tagja. Szakszervezetek, szakmai szervezetek és ellátási szervezetek. Készek vagyunk a sztrájkra. Mikor és hol sztrájkolnak? Mikor és hol sztrájkolnának? Az a válaszoktól függ. Természetesen a szociális ágazatban, a bölcsődei, az ellátottól, a hajléktalan, a házi ellátásban és minden területen, ahol nem kapjuk meg az elvárt béreket, sztrájkra készen a munkatársak. Még ebben az évben? Még ebben az évben.